A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kismesimnek Helyet Kérek című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa utcai óvodájában. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című azonosítószámon szereplő NTP kötőjel SPC kötőjel 22 kötőjel 0109 kismesimnek helyet kérek elnevezésű nyertes pályázat 2022. július és 2023. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 301 ezer forint. A pályázati programban az óvoda meseta résznya nyelvi tehetséggondozó műhelye vett részt 10 gyermekkel, Csapóné Horváth Marianna tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 60 órás program célja a mesék, versek iránt érdeklődő, gazdag fantáziával rendelkező gyermekek mesék, versek iránti szeretetének elmélyítése. A mesei varázslattal a mindennapi életben is fontos értékrend: önbizalom, tisztelet, szeretet, hűség, kitartás kialakítása. Ismereteik bűvítése a néphagyományokkal, népszokásokkal való ismerkedés által. A műhely foglalkozások során a gyermekek intellektuális érzelmei, kíváncsiság, alkotási vágy, öröm, sikerélmény, identitás, tudat gazdagodtak. A mesei élmények átélése a néphagyományokkal való ismerkedés során. Az élményszerző gazdagító és lazító programok biztosították a projektek élmény és felfedező központúságát. Jártunk a Városi Könyvtárban, a Györfi István Nagykun Múzeumban, a Fazekasházban, a Földbevájt Kunyhónál, a közeli csatornaparton, népi iparművészettel, gyöngyfűzéssel, korongozással, csuhébáb készítéssel, a kunhimzéssel is megismerkedhettek a gyermekek. Debrecenben, a Vojtina bábszínházban az A Halász és a Nagyra Felesége című előadáson vettünk részt, ahol élményeket, ismereteket szerezhettek a bábozásról. A bábjáték összetett élmény nyújtott, hiszen a gyermek teljes személyiségét fejleszti, esztétikai élményt nyújtva, az érzelmi fejlődést támogatva.